Vadász és szalmakalap, bohóc sapka és manósipka. Tréfás fejfedőkben, parókákban, egyesek maszkban vonultak be a bójaiskola udvarára szerda délelőtt, az intézmény hagyományos diáknapján, a Haller Sport Majorett Egyesülettel közösen. A bevonulót követően aztán egy meglepetéssel diákok és tanárok közös énekével készültek az idei évben. A bójaiskola diáknapjának hagyománya hosszú évekre nyúlik vissza, azonban az nem változik, hogy a programokat a diákok állítják össze és szervezik. A programok összeállításánál változott az évek alatt az igények szerint a paletta. A gyerekek, az osztályok készítik a programokat a tantermekben, az udvaron, és az idei év alkalmával is van egy szlogenünk, most az a szlogen, hogy fel a kalappal. Így mindenkinek mókás fejfedőt kellett viselnie, amiket a zsűri pontozott is. Az osztályok külön programokat szerveztek az iskola udvarán és tantermeiben, a 7. C osztályosok például egy kis varázslatot mutattak be, de volt, ahol pingpongoztak, gofrit sütöttek, vagy éppen vattacukrot készítettek. A mi osztályunkban egy lány csinál vattacukrot, illetve fogunk valami vetélkedőn is részt venni. Hát jó lesz a mai nap szerintem. Meg lesz sütivásár is. Hoztunk süteményt. Előző években részt vettél már itt a Bolyais Diáknapon? Igen, részt vettem. És hogy érezted magad? Milyen emlékeid vannak? Hát jó volt mindig, mert ez az utolsó hét általában a suliból, és ilyenkor már nem kell tanulni. A győztes idén sem a szavazatok alapján, hanem a független tanárok és a legidősebb diák önkormányzati tagokból álló zsűri pontozása alapján került ki. Mivel már 6. évfolyamtól egészen a középiskolásokig egyként vesznek részt a diákok a programokon, így az egész iskola megmozdul, ezen a napon pedig tanulóknak és tanároknak egyaránt lehetőségük van kikapcsolódni, szórakozni és még jobban összekovácsolódni. Miért tartjátok fontosnak, hogy minden évben elinduljatok a diáknapon, és milyen plusz töltetet vagy emlékeket hagy ez rátok? Hát kicsit kiszakadunk a megszokott monoton sulis napokból, és ilyenkor már így évvége felé főleg ellazulunk, és mindenki jól érzi magát, és csak úgy vagyunk, és együtt. A legtöbb pontot kapó osztály ezúttal is egy szabad nappal gazdagodott, amit majd a következő tanévben válthatnak be, emellett pedig pénzjutalomban is részesültek. A tanév pedig még javában tart, csütörtök délelőtt a vidám ballagásukat tartották a diákok, pénteken pedig a 8. évfolyamosok is elbúcsúznak az intézménytől.